Mi megneveztük azt a főszereplőt, aki szövi, mint pók a hálót, a háttérben a maga szándékainak megfelelő csoportosulásokat, szervezkedéseket, föllépéseket. Ez Soros György. Tehát nem teljesen világos, hogy miért kell Soros Györgynek a szavát komolyan venni, ha európai politikai kérdésekről van szó. Lehet, hogy a markában tart, sőt, biztosan tudjuk, hogy a markában tart jó néhány európai parlamenti képviselőt, de világosá kell tenni, hogy Soros Györgynek nem lehet döntő, sőt, semmilyen befolyása sem lehet európai politikai kérdésekben. Ő már 15-16-ban megírta, jól emlékszem rá, hogy azok az országok, akik nem engednek be bevándorlókat, azokat pénzügyileg meg kell büntetni. Ami most az asztalon van, elegánsabban, de ugyanezt mondja. Mert ha elfogadnánk az Európai Parlamentnek a javaslatát, az azt jelentené, hogy ha nem engedjük be a migránsokat, akkor a költségvetésünk egy részét elvehetnék tőlünk.